Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp szeptember 3-ára és 4-ére. Ez a felvétel két napra szól, hiszen az energia hasonló. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok a bolygók, a nap és a hold között. De vannak az ujjaink jógája is. És most mutatok egy gyakorlatot, és ennek a gyakorlatnak van egy megnyugtató hatása. A hüvelyk ujjat és a mutató ujjat, illetve a középső ujjat, a hüvelyk ujjat és a középső ujjat így összenyomjuk. A kis ujjat, a gyűrűs ujjat és a mutató ujjat így lefele fordítjuk, tehát alul van a hüvelyk ujj, felül a középső ujj, és amikor belélegzünk, akkor kicsit összenyomjuk a hüvelyk ujjat és a középső ujjat, és kilélegezésnél kicsit elengedjük. Mutatom a gyakorlatot. Kint a friss levegőn még előnyösebb, különösen amikor lélegzésről van szó. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Az indiai számítás szerint a hold mindkét napon a szkorpión jegyében van. A szkorpión jegye a víz eleméhez tartozik, tehát érzelmekről van szó. Mars bolygó utal az élet erőre, vagy a férfiakra. Ez a férfias energia a bika jegyéből hat. Mars bolygó, az a bika jegyében mozog az indiai számítás szerint, és a bika jegye és a szkorpión jegye szemben áll egymással. Tehát a hold mozgása az tükröz valamit a férfiaknak. És a férfiaknak bele kellene nézniük ebbe a tükörbe. Miről van szó? Milyen hatások vannak kívülről? A hold az jelentheti az anyukát is. Tehát az anya és a fia között lévő kapcsolat. Ez nem csak olyan, mint egy tükör, hanem itt egyensúlyozni kell a dolgokat. Odafigyelni arra, hogy mit közölnek mások, milyen érzelmekkel közelednek, és kimutatni azt, hogy mi a terv, hogyan legyen tovább. Itt a középúton kell találkozni. Ez különösen a férfiakra vonatkozik. És itt van egy arany szabály, ne túl sokat, ne túl keveset. A hold hatása a Vénusz bolygóra, tehát ránk hölgyekre nincs jó kihatással, hiszen Vénusz bolygó az oroszlán jegyében van, a hold pedig a szkorpión jegyében, itt nincs meg a harmónia. Tehát ügyeljünk a saját érzelmeinkre, ez bennünket, hölgyeket érint, és búcsúzzunk el a negatív érzelmektől, mint például félelmek vagy bizonytalanságok. Azt is jelentheti ez a kapcsolat, ami nem előnyös számunkra, hölgyekre, hogy nehéz most kimutatni az érzelmeket, vagy vannak elvárásaink, hogy ő mutassa ki az érzelmeit, de ő nem akar érzelmekről beszélni, vagy az anyukája, vagy egy idősebb hölgy beleavatkozik itt most a dolgokba. Miért mondtam azt, hogy egy idősebb hölgy? A hold
Harmadikán az Anuradha holtházban van, ami sikereket hoz. Ez hozhat szerencsét. Mégis úgy érezzük, hogy nincs meg a biztonság érzete. Ez abból adódik, hogy harmadikán fél hold van, és hiányzik a föld eleme, tehát hiányzik a biztonság érzete. Úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól. És most visszatérve a témára, egy idősebb hölgyre, negyedikén a hold, az a Jiesta holdházban van, és ez egy idős hölgyre utal, de nem az öregségre, hanem a bölcsességre. De előfordulhat, hogy ebben a holtházban egy idősebb hölgy, az lehet az anyukája is, így beleavatkozik a dolgokba. A Mars bolygó az a Bika jegyében van, a Rohini holtházban, és az egy fiatal lányra utal. Ehhez van egy kis mese az indiai mitológiából. A hold az indiai mitológiában Chandra, egy fiatal, jó képű férfi. És ez a fiú beleszeretett ebbe a fiatal lányba, Rohiniba, és el akarta venni feleségül. Erre a lánynak az apukája azt mondta, jó, rendben van, elveheted a lányomat, de vedd el a testvéreit is, a nővéreit. És így a hold kényszerből tulajdonképpen összeházasodott 27 lányjal. Ezek testvérek. Rohini az a fiatalabb, a legfiatalabb lány a testvérek közül, és szemben vele a Szkorpión jegyében van a Jiesta holdház, az idősebb testvér. De a lányok felnéztek rá, hiszen nála itt az idősebb nővérnél megvan a bölcsesség, megvan a tudás, az intuíció, és így éljük át szeptember 4-én a napot, tehát hallgassunk egy bölcs tanácsra, vagy a belső hangunkra. Akkor is, ha van feszültség, különösen a hold és Vénusz bolygó között. Ez arra is utalhat, hogy ne engedjük azt, hogy mások beleavatkozzanak a dolgainkba, hanem figyeljünk oda saját intuíciónkra. Merkur bolygó jól hat ki ránk. Hölgyekre Merkur bolygó jól hat ki, a férfiakra, az érzelmekre is. Tehát vannak beszélgetések, tárgyalások, bizonyos döntések, mindez előnyös. De ami a belső érzelmeinket illeti, ott nálunk hölgyeknél van ez a kis feszültség, a férfiaknál kell a belső nyugalom, és ez az egyensúly. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!